Halló, sziasztok, remélem jól vagytok. Itt vagyok egy nagyon-nagyon-nagyon szép helyen. Ez közel van Olaszországhoz, de Svájcban van. És nagyon szép hely. Mint nagyon sok hely Svájcban különben. Aztán ma ilyen kis francia leszkét akartam nektek bemutatni, szokás szerint. Tudjátok-e, hogy hogy kell mondani azt franciául, hogy szúnyogcsípés? Franciául a szúnyogcsípés az piqûre de moustique. Piqûre az a, amikor megszúr valami, szóval egy szúrás. Piqûre de moustique. Moustique az a szúnyog. Szóval piqûre de moustique az a szúnyog csípés, vagyis szúnyog szúrás. És elég vicces, mert például angolul vagy németül a szúnyog harap. Az a mosquito bite. Szóval magyarul csíp, németül és angolul harap, és franciául szúr. Érdekesek ezek a szúnyogok. Aztán franciául, amikor valaki keres pénzet keresni, azt már mondtam nektek, az gagner de l'argent. Gagner, az nyerni, de l'argent. Gagner de l'argent. Szóval pénzt nyerni. De például angolul, to earn money, az azt jelenti, hogy megérdemelni a pénzet. Megérdemelni. Szóval a magyarok keresik a pénzt, az angolok meg a németek megérdemlik, és a franciák megnyerik. Szóval a pénz is egy elég érdekes dolog. Akkor keresni franciául az chercher. 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 De ha például valaki azt mondja nektek, hogy je vais chercher la voiture, az azt jelenti, hogy elmegyek keresni a kocsit, az nem jelenti azt tulajdonképpen, hogy keresni fogja a kocsit, mert nem tudja, hogy hol van, még akkor is, ha lehetséges, hogy nem tudod, hogy hova parkoltad a kocsidat, az nekem már egyszer-kétszer előfordult. De szóval ez csak azt jelenti, hogy elmegyek a kocsiért. Szóval je vais chercher la voiture. Je, én, vais, megyek, chercher, keresni, la voiture. Voiture az a kocsi, la voiture. És je vais az a aller, igen, menni. Tudom, ez is elég érdekes különben, hogy aller, azaz ige, azt úgy kell mondani, hogy én megyek, je vais, te mész, tu vas, ő megy, il va, mi megyünk, nous allons, igen, nous allons, ti mentek, vous allez, és ők mennek, ils vont, ils vont. Hát igen, ez a francia nyelv, ez nem egy könnyű nyelv, tudom. Szóval, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Menni. Allez. És különben ez a menni ige, ez olyan, mint a csinálni ige. Minden dologgal össze lehet rakni. Par exemple. Par exemple, például már francia-magyar izé összekeverék minden, na mindegy. Szóval például, ugye, magyarul, par exemple, franciául, je vais prendre mes affaires. Elmegyek a cuccaimért. Je vais, én megyek, prendre, venni, felvenni. Ja. Mais affaires, az én cuccaimat. Je vais prendre mes affaires. Vagy je vais prendre un bain. Megyek fürödni. Szóval je vais, én megyek, prendre, az megint venni, un bain, az egy kád. Az egy kád is lehet, de lehet fürödni is. És une baignoire, az egy kád tulajdonképpen. Szóval én megyek venni egy kádat, az azt jelenti, hogy megyek fürödni. Nem zuhanyozni, fürödni. Je vais prendre un bain a kádba. Vagy például, je vais faire un tour. Je vais, én megyek, faire, csinálni, un tour, egy kört. Szóval az azt jelenti, hogy elmegyek sétálni egy körre.
je vais faire un tour. Szóval elmegyek valahova, nem tudom, hogy hova, de csak így egy kört megyek valahova. Je vais faire un tour. Elmegyek sétálni. Remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!